Köszöntöm a Kölcsey Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Svolcera című műsorunkkal, amelyben megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Tavasszal előrébb lépne a Marsó Nyíregyháza. Feremás éve zárt a feljutásra pályázó Spali. Harmadikként fordulnak a kisvárdai női kézisek. Érmeket szerzett 2015-ben a Nyíregyháza Tigers. Veretlenül vezetik a tabellát a Kölcsey kézilabdázói. Három győzelemmel és 9 vereséggel a 12. helyen zárta az évet a Marsó Nyíregyháza. A Sitkó Ernő által irányított együttes tavasszal mindenképpen szeretne előrébb lépni a tabellán. Sajnos sok hibát követtünk el, és nem ott vagyunk, ahol szerettük volna, de azt hiszem, hogy a tulajdonosváltással, a teljes átalakulással, azzal, hogy nem tudunk mindig egy helyen edzeni, sajnos termek között kell vándorolnunk, eléggé szoros időbeosztáshoz kötve. Például a játékosoknak nagyon fontos lenne az, hogy tudjanak dobni. Ha másfél óránk van az edzésre, vagy 1 óra 40 perc, 1 óra 45 perc, nem tudnak ott maradni utána a csarnokban, és még fél órát, 1 órát dobni, amit ugye mindig hallunk, hogy az amerikai játékosok 5-6 órát edzenek egy napon, vagy Dražen Petrović lement, és reggel már 7 órától dobott 1000-et. Hát sajnos az én játékosaim ezt most még nem tudják megtenni, de bízom benne, hogy a csarnokunk elkészül időben, és akkor ezt meg fogják tudni már tenni az én játékosaim is. Szerencsére indítatás az van a játékosaimban, szépen szeretnének küzdeni, és úgy gondolom, hogy fejlődőképesek is. Tehát azért kicsit kettősen értékelném ezt az őszt. Jó lett volna még néhány győzelmet szerezni, de a körülményekhez képest úgy gondolom, hogy szervezetten és jól tudunk működni. Amikor a szezon előtt beszélgettünk, azt mondtad, hogy szeretnél sokat játszani, és szeretnéd, ha jó szerepelne a csapat. Mi valósult meg ebből az elmúlt 3 hónapban? Az első az mindenképpen, hiszen a játékperceimre abszolút nem lehet panasz. Élvezem is a helyzetet, minden meccse megvannak a lehetőségeim. A másik részével pedig, hogy mondjam, lehet, hogy egy-két győzelemmel több lehetne a csapat mérlege, de úgy gondolom, hogy csak olyan csapatoktól szenvedtünk vereséget, akiknek játékos állománya, illetve a banki dolgok is jobban állnak a klubházatáján. Semmi sincs veszve, mert nagyon-nagyon sűrű a mezőny igazából az első 6 helyezettől lefelé, tehát 2-3 győzelmekre van egymást a 6. meg a kieső jelölt is. Úgyhogy a szezon második fel évben megpróbálunk idegenben, jó lenne pár vagy 1-2 bravúrt elcsípni, illetve hazai meccseket a velünk majdnem azonos mérleg álló csapatok ellen muszáj megnyerni. Sok új játékos érkezett nyáron, azt mondják, tavaszra kell jónak lenni egy csapatnak. Hogy érzed, folyamatosan fejlődik a társaság? Abszolút, ez pláne igaz a két amerikai srácunkra, hogy ők fiatal gyerekek. Egy évet töltött eddig a Miller Európában, Tét pedig igazából csak egy profil volt, az is Ausztráliában. Teljes mértékben még csak szokták a légkört az elején, szerintem meccsről meccsre jobban játszanak, és a csapat is úgy gondolom, hogy fejlődés mutat. Felemás 2015-ös évet zárt a Nyíregyháza Spartacus. A csapat a pályán kiharcolta a bennmaradást az NB1-ben, majd az MLS döntés értelmében ősszel csak az NB3-ban indulhatott a Mátyus János által irányított együttes. Kemény, hosszú év volt, nem kívánom még egyszer az ilyet. Januárban azzal a szándékkal indultunk el a bajnokságba, hogy megerősítjük a csapatot. Cél a 12-ben benne lenni, és egy bizonyos nézőszámot is meghatározott nekünk az önkormányzat, tehát tulajdonképpen, hogy ezeknek az elvárásoknak megfeleljünk, meg kellett erősíteni a csapatot, és én úgy gondolom, hogy sikerült is. Elég neves játékosokat hoztunk ide, Halenázovcsák, stb. Tehát én úgy gondolom, hogy rendben is volt minden. A csapat esélyes volt arra, hogy túlszárnyalja ezt a célkitűzést. Sajnos a bajnokság végére beütött ez a kizárási krak, és akkor már lehetett az utolsó 3 meccsen érezni, hogy már nem ugyanaz a csapat játszik, aki előtte kicsit hitét vette, vagy hitét veszítette a társág. Mondogattuk, hogy megyünk előre, meg nem hiszük el, hogy ki tudnak zárni bennünket ilyenért, de a fejekben tudat alatt már,
már érezni lehetett az öltözőben és a pályán is, tehát a végén aztán Pécsen egy vereséggel zártunk, de ennek ellenére a kitűzött célt teljesítette a csapat az első osztályban. A kizárás követően volt olyan időszak, amikor esetleg még a csapat léte is veszélybe került? Nem, ez egy pillanatra se fordult elő. A tulajdonos Révész Bálint eltökélt volt, elszánt volt, érezte azt, hogy igazságtalanul zártak ki velünket, és ő nem az a fajta ember, aki ezt feladja. Úgyhogy hamar rövidre zártuk, megbeszéltük, hogy folytatjuk. Mátyus Jani is rögtön igent mondott, és utána már az maradt csak hátra, hogy tűzzük ki, hogy hogyan tovább, és kik milyen játékosokkal. Az NB1 és az NB3 között óriás a különbség, viszont mindenki azt várta és várja, hogy a Spari maga biztosan jusson első lépésnyit vissza a másodosztályba. Mennyire volt nehéz azt a játékos keretet megtartani, amely képes ennek a feladatnak a végrehajtására? Nem volt egyszerű dolog, játékosokat is meg kellett érteni. Voltak olyan játékosok, akik rögtön kijelentették, hogy ők mennek. Én voltam a Fodor, vagy a Halenár. Bár ő sokáig játszott a gondolattal, hogy maradna esetleg, ha nagyon erőlkedünk, talán maradt volna, de egy olyan kalibri játékost NB3-ban úgy éreztük, hogy nem tudjuk motiválni. Tehát aki a Pekán Laciról beszélnék, még érvényes szerződésünk volt, tehát akár itt tarthattuk volna, nem tettük meg vele, ő szerintem válogatott szintű játékos lesz, vagy lehet, vagy már az is, tehát hagytuk érvényesülni. A többi srácokkal leültünk, mindenképpen az volt a cél, hogy egy olyan mag legyen, akivel azonnal vissza tudunk kerülni, és 8-9 emberrel sikerült is megállapodnunk, le a kalappal, köszönetért utólag is, nagyon jól álltak hozzá, és tették a dolgokat ősszel is. De ez az NB3 azért nem volt sejtagalop, mindenki bennünket akart megverni, mindenki a mi játékunkat akart elrontani, a játékosokat is nehéz motiválni ilyenkor, úgyhogy megvannak ennek a maga nehézségei, ez leginkább Mátyus Jani személyén csapódott le, de elkezelték a dolgot, és a végén ugyan egy kicsit megrogyott a csapat, bár ez túlzás, hogy megrogyott, volt egy-két gyengébb eredmény, nem várt eredmény, de összességében tették a dolgokat, a célkitűzést hozták, vezetjük a bajnokságot, és ott vagyunk még a kupába is. Kupára is eljössünk néhány szót, hiszen ez volt az a sorozat, ahol megmutathatta a Spari, hogy tényleg nem az NB3-ban a helye, hiszen magasabb osztályi csapatokat búcsúztatott, és a Debrecenne, sokszor a Debrecenne játszik a következő körbekerülésért. Úgy gondolom azt, hogy magasabb osztályú csapatokat viszonylag simán búcsúztattunk, az azt mutatja, hogy olyan csapatok ellen, ahol lehet játszani, meg akarnak is játszani, ellenünk könnyebb. Tehát a bunker foci ellen nehéz futballozni. Az, hogy a Debrecent kaptuk, hát ez a sorsunk. Most már azt hiszem, hogy harmadszor játszunk velük. Nekem vannak kellemes emlékeim, egyszer nyertem ellenük itt 3-2-re. Én úgy gondolom, hogy azért ők az esélyesek, de kicsit télen erősítünk esélyesként, illetve hát nem esélytelenül lépünk fel ellenük. Szeretnénk egy meglepetést, bár el tudtunk volna képzelni más ellenfelet. Mikor találkozik a keret és hogyan néz ki a felkészülés? Január 4-én fog találkozni a csapat, próbálunk 3-4 játékost idehozni. Minden csapat részbe megpróbáljuk az erősítést, belső védőterén, kapus, középpályára is, irányító típusú játékos nagyon el kellene, és a támadó szekciónkban az sose elég a csatár. Nem egyszerű helyzetünk, nem könnyű. Szűk a piac, főleg fiatal magyar játékosokat szeretnénk, mindenki ezt szeretné. Fél szezonban vagyunk, kötöttek a játékosok, tehát kis túlzással ilyenkor azt lehet mondani, hogy azokat a labdarúgókat lehet összeszedni, akit ilyen-olyan okokból mások eldobnak. Most ezt eldobást úgy értem, hogy vagy hosszabb sérülés után kell felépíteni, vagy valamilyen mentális egyéb problémák vannak a klubjánál, és azért szabadulnak tőle, vagy pedig olyan erős az első keret, hogy ott nem tud játszani, és játék lehetőséget akar. Ezek közül kell megtalálni azokat az embereket, ha jól nyúl hozzá az edző és a szakmai stáb, meg tudja ez a közeg változtatni, akkor segítségünkre legyen. Most több lehetőségünk nincs, nyilván a nyáron majd lesz, akkor már NB2-be szívesen jönnek, NB3-ba nehéz játékost igazolni, és a nyáron akkor egy kicsit
tudatosabban, illetve hát már most is tudjuk, hogy kit akarunk, megvannak a nevek, elkezdtük a tárgyalásokat, de mi ennek az össznépi alkudozásnak csak egy tényezői vagyunk, tehát nem könnyű versenyeznünk el csapatokkal, játékosokkal, menedzserrel alkudozni, ez se egyszerű. Lesz-e hazai vagy külföldi edzőtábor? Igen, Törökországba menne el a csapat. Úgy néz ki, hogy egy 25-27 fős kerettel el fogunk utazni január végén és február első napjában jövünk haza. A harmadik helyen zárta az őszt a női kézlabda NB1B-ben a kisvárdai csapat. A Rácz Sándor által irányított együttes 8 győzelem mellett 3 döntetlent játszott és mindössze 2-szer szenvedett vereséget. Az első körben a megfogalmazás az volt, hogy egy nyugodt bennmaradás ebbe a mezőnybe. Aztán megpróbáltuk a játékos állományt úgy kialakítani, hogy ennek a célnak megfeleljen. Majd kívánalmak és további célok is fogalmazódtak meg. Én úgy gondolom, hogy a realitás földjén maradva mi egy tovább építhető csapatnak az alapjait rakjuk jelenleg is lefelé. Ez az eredménnyel, a harmadik helyen és a mutatókkal, a győzelem döntetlen vereség mutatóval mennyire elégedett a mezőny ismeretében? Nekem a női mezőny most új, tehát korábban dolgoztam csak női mezőnyben, igazából a férfiakkal voltam jobban tisztában. Hát most rálátva egy kör után, én úgy gondolom, hogy némiképp meglepetést okoztunk, hogy újoncként teljesen mindegy, hogy hos, mint állt össze ez a csapat, föl tudtuk küzdeni magunkat egy elég huszáros végjátékkal a dobogóra egy kör után, és én úgy gondolom, hogy a játékunk is rászolgált erre. Mennyire érett már össze csapat ez a társaság, hiszen több helyről, több kultúrából, több kézilabda kultúrából érkeztek játékosok? Az én megfogalmazásomban igazából nem gyorsítható, tehát nehezen ez az egyértelmű válasz, tehát vibrált, hullámzott a teljesítményünk. Szerencsére a bajnokságban igazából nem, tehát az a két vereség, az mondjuk elég méretes, az különösen az egyik hazai és nagyon fájó. Összességében a 8 nyert meccs és a 3 döntetlen, azt mondom, hogy nem tükrözi azt, ami egy ilyen csapatépítésnek a fenéje, hogy alkalmanként még itt a sportforma negatív irányba is megmutatkozik. Egy fájó vereségről esett szó. Melyik volt az a mérkőzés, ami a legjobban sikerült, ami a tökéletesen elégedett volt? Én egy-egy mérkőzésnél úgy igazából nem ragadok le, mert tényleg mindig váltakoztak az ellenfelek, tehát kaptunk erős és gyenge ellenfelet, és én azt mondom, hogy ez a 4 idegenbeli utolsó meccsünk, ez azért megsüvegelendő, tehát nem kaptunk ki, és egy sokáig magabiztos Szegedet Szegeden sikerült megverni egy második félidei meggyőző játékkal. A játékosok közül kik voltak azok, akik a legtöbbet hozzátették ez a félidei harmadik helyhez? Ilyen személyes értékelést igazából folyamatban vagyok, tehát mint támadó, mint védekezés, de az általmadott pontok alapján itt a jobb szárnyunk elég stabilnak mutatkozott, a Lévai Zsófi és a Vukajevics Lea. Kapuba produkáltunk még, úgy gondolom, folyamatosan egy meccs kivételével a közepesnél jobb teljesítményt. Az irányítók, ugye 3 irányító játékosom van, rajzolódik ki, mindegyiknek van erőssége, van sajnos gyengesége is, beállóba megfogyatkoztunk, tehát egyedül a Tarjányi, van, neki is voltak nagyon jó meccsei. Meglepetésre a bal szélünk alkalmanként igen-igen gólerős volt, a Héjas Timi meggyőző volt, Komsa Klaudia néhány meccsen. Hát a balát lövőbe ott keressük az arcunkat, ugye a sérülésből felépülő Maria az még igazából nem 100%-os teljesítmény, de ki kell emelnem a Dudás Georginát, aki védekezésbe komoly arculatot adott a csapatnak. Összességében tehát nálam a sztár még mindig a csapat. Kisvárdán hosszú idő után láthatott magasabb szintű kézilabdát a közönség, a szurkolók mennyire voltak vevők a csapatra? Én úgy gondolom, hogy ez még hiányzik. Tehát nem igazán talált egymásra a csapat és a közönség. Igaz, hogy nagyon rég játszottunk már itthon, tehát ezek a másfél hónapja. Ezek az eredmények talán egy kicsit
nagyobb odafigyelésre, biztatásra adnának alapot. Hát elmaradtak a plakátkiragasztások. Igazából még ezek a marketing dolgokban úgy gondolom, hogy van tennivalója a klubnak, de a csapat úgy gondolom, hogy ettől függetlenül tette a dolgát, és ezek a megoldásra váró dolgok majd egyszer összérnek, és közösen fognak előrefelé mutató nyilakat mutatni. Milyen tavasszal lehet számítani, hiszen most már a Kisvárda sem lesz ismeretlen a többi csapat számára? Nem sok elkövetkezik már a második kör, ugye február első hetében. Kétszer megszakad a bajnokság egy-egy hétre, és kinyúlik egészen május közepéig. Én úgy gondolom, hogy kiélezett. Na most mi játszunk itthon több hazai meccset. Azt mondom, az utolsó négy meccs az ugye hazai pályán fog. Ez egy helyzeti előny lehet. Lehet, de az, hogy gyakorlatilag most már egymásról minden csapat tulajdonképpen feltérképezett állapotba készül, ez nehézséget is okozhat. Tesszük a dolgunkat, csinálunk egy normális felkészülést, edzőmérkőzésekkel is haladunk, majd meglátjuk, hol végződünk. Mikor kezdődik a felkészülés? 4-én már kezdjük hétfőn este, aztán onnantól kezdve nincs megállás. Sikeres évet zárt a Nyíregyháza Tigers. 2015-ben új alapokra helyezték a szakmai munkát az együttesnél, amelyik a második helyen végzett az Aréna kupán, majd harmadik lett a Hungarian Football League-ben. Ez egy újítás volt, próbálkoztunk szintén az amerikaiakkal. Azt mondhatom, hogy rendkívül sikeres volt. Nagyon sok szurkolónak okozott örömet a pályán átott játék, és nagyon sokat fejlődtek a srácok is az edzésen a külföldi játékosok által. Ha csak az eredményeket nézzük, akkor mennyire volt sikeres a 2015-ös esztendő? Rendkívül sikeresnek mondhatom. Én borzasztó büszke vagyok arra, hogy ugyan még az amerikaiak nélkül, de az ország legrangosabb teremtornáján ismét döntőt játszhattunk. 8 újoncot építve be a csapatunkba, ami én azt gondolom, hogy a 25 főből egy óriási fegyvertény, hogy még így is döntős csapat volt a Tigers. A nagy csapat a HFL-ben, a kiemelt Magyar Ligában a legjobb vidéki csapatként került a rájátszásba, ezzel megerőzve a Miskolci és a többi pesti csapatot. Én azt gondolom, hogy ez önmagában is nagyon szép eredmény, azt pedig nem is kell mondanom, hogy fiatal játékosokat építettünk be az elitligában. Például Tóth Gábor irányító, aki 16-17 éves kora ellenére felnőtt ligában 30-32 éves játékosok között mesterien vezényelte a Tigers támadójátékát. És az ősz is eredményesen telt, hiszen a Tigers junior csapatát láthattuk a pályán. Miskolci játékosok ugyan segítették az eredményes szereplést, de én azt gondolom, hogy szintén egy rendkívül stabil jövőkép alakul itt Nyíregyházán. A nemzeti válogatott lejátszott első hivatalos meccsét, mégpedig nyíregyházi részvevővel, gondolom, ez is siker. Borzasztó nagy élmény volt szintén, hogy Sörés László lett a kezdőcenter, ami egy meghatározó pozíció az amerikai futballcsapatok életében, és hogy az ország csapatában, nemzeti 11-ben mi adjuk a kezdőcentert, ez önmagában egy nagyon-nagyon-nagyon nagy fegyvertény. De Max Negyelszky középső linebackerünk is, tehát a védelemben is szerepelünk kezdő pozícióval, illetve a speciális csapatrészben Sviatko Gábor is kezdő rúgóként ott van, tehát a Tigers minden három csapatrészbe adott egy-egy meghatározó játékost, és ez egy szerintem nagyon megsüvegelendő teljesítmény egy vidéki csapattól. Egyébként mennyire nőtt 2015-ben Magyarországon a sportág népszerűsége, lehetett-e mérni valamilyen módon? Ugrásszerűen fejlődik évről évre, de a 2015-ös esztendő egy akkora mérföldkő, már csak a válogatott kapcsán is, hogy számszerűen megfigyelhető. Például a válogatottnak a hazai mérkőzését Budapesten rendezték, az építők pályán, aki esetleg tudja, az egy nem túl jó állapotú futballpályára emlékezhet, mégis 4500 fizetőnéző volt kint. Emellett a HFL-nek évről évre 5000-5500-6000 nézőszám mellett rendezik a döntőit, ami én azt gondolom, hogy ha összevetjük az európai hagyományos futballnak a nézőszámaival, akkor én azt gondolom, nagyon jól állunk. Emellett a televízióban is évről évre több műsoridőt kapunk, tehát én azt gondolom, hogy nagyon sok embert tudunk megszólítani már ezzel a sportággal.
Ha előre tekintünk a 2016-os esztendőre, milyen év előtt áll a Tigers, gondolok itt a gazdasági anyagi háttérre, és gondolok a szakmai részre. Kezdeném akkor a szakmai résszel, az az egyszerűbb. A bevált módszert követve amerikai szakvezetőre bízunk a csapat fejlődését, emellett pedig legalább két importjátékossal számolunk a tengeren túlról. Tehát én azt gondolom, hogy szakmailag mind az utánpótlás, mind a felnőtt csapat jó irányba fog haladni idén is. Az anyagi terület az, ami ebben a sportágban igencsak kérdőjeles. A pályán fel tudjuk venni a versenyt a budapesti csapatokkal. Több 10 milliós költségvetéssel gazdálkodó csapatokkal versenyzünk, és verjük meg őket. Azonban Nyíregyházán sajnos nem találunk szponzort, és ez a játékunkat is meg fogja határozni hosszú távon, hogyha nem találunk magunknak támogatót. Eredményes évezzár a költségdíjese. A csapat az előző bajnokságban az 5. helyen végzett, ősszel pedig a legjobbnak bizonyult az NB2 északkeleti csoportjában a Hadobás István által irányított együttes. Nagyon szépen dolgozott a csapatom tavasszal. A felnőtt csapat végig az éremért küzdött, az utolsó mérkőzéseken csúsztunk csak le, és végeredményben a felnőtt bajnokságban 5. helyen végeztünk. A junior csapatunk pedig minden várakozás felülmúlóan szerepelt. Ezüstérmet szerzett a nagyhírű NB1-es utánpótlásgárdát indító Debrecen mögött. Csodálatosan játszottak a lányok. Nagyon-nagyon szép évünk volt, úgyhogy azt hiszem, hogy azzal a teljesítménnyel tökéletesen elégedett voltam. Kölcsére jellemző, hogy nyaranta jelentősen átalakul a játékos kerediák csapatról lévén szó, az idén mekkora volt a változás? Voltak vérveszteségeink, néhányan természetesen távoztak a csapatunkból. Mindenképpen meg kell említeni, hogy a gólkirályunk Móré Kati távozott a konkurens Máté Szalkához. Családi okok miatt váltott egyébként is. Hozzáteszem, csak kölcsön adtuk, tehát ő szeretne későbbiekben visszatérni, ha úgy alakulnak a dolgai. És hát Moravszky Babett pedig Budapesten folytatja a tanulmányait, illetve Aranyosi Marára ugyanez vonatkozik. Tőlük is el kellett búcsúznunk, 3 nagyszerű játékos, de a többiek, a újak, a fiatalok, a hozzánk érkező tehetséges 8-osok, sőt még fiatalabb korosztály is megfelelően tudja pótolni őket. Milyen tervekkel, célokkal vágtak neki a 2015-16-os idénynek? Azt gondolom, hogy az előző év jól megalapozta a fejlődésünket. Mindenképpen úgy gondoltuk, hogy mindkét csapatunk érmes helyért játszon. Ez volt az alapcélkitűzésünk, és hát szerettünk volna a játék minőségében mindenképpen előrelépni, és nagy örömömre mondhatom, hogy ez sikerült is. Elsősorban a felnőtt csapatnál nagyon-nagyon fogékonyak a lányok, nagyon alázatosan dolgoznak, őszintén nem tudok olyat kérni az edzésen, amit maradéktalanul meg ne próbáljanak megcsinálni. Nagyon-nagyon jó a csapatszellem, nincsenek klikkek, nincsenek széthúzások, mindenki egy irányba húz, úgyhogy csak dicsérni tudom a csapatomat, és hát az eredmény pedig minősít. Mindig azt szoktam mondani, hogy az eredményjelző nem hazudik, és úgy gondolom, hogy most pozitív ez a megnyilatkozás számunkra, de most is igaz. Az első helyen zárta az őszt a csapat. Mennyire volt kemény, mennyire volt nehéz az a bajnokság, milyen játékerőt képviselnek a riválisok? Én azt gondolom, hogy a mezőny első fele az nagyjából egyforma erősség, ott bárki bárkit megverhet. Csak példaként említem a Máté Szalka, ha jól emlékszem, 5. helyen áll, és egy nagyon jó csapattal rendelkezik, de ugyanez mondható Hajdúböszörményről, Böcsről, és hát a Ózról, és a nagy konkurens a tavaly még NV1-1 Balmazújvárostól is, úgyhogy ezek ellen elsősorban nagyon-nagyon össze kell szedni magunkat, de nagy öröm, hogy a szoros mérkőzéseket, mindegyiket tudtuk hozni. Elég, ha csak a Balmazújvárosi utolsó fordulót említem, ahol fél időben -6 gólról fordítottunk, nyertünk 1 góllal, tehát azt hiszem a legnagyobb művészet megtanulni, nyerni a szoros mérkőzéseket, és hál' Istennek odáig jutottunk, hogy a csapatom ezt most már tudja abszorválni. A bajnokság fele még hátra van, de hát elég régóta szerepel felnőtt mezőnyben a Kölcsi, és játszott magasabb osztályban is. Ha úgy alakulna a tavasz, hogy megnyernék a bajnokságot, és lehetőség adódna az NB1-es szereplése, tudnák-e vállalni? Előjáróban hagyd mondjam el, hogy ez a 25. idényünk az NB2-ben, illetve NB1-ben is néhány évünk is volt. Őszintén nem gondolkodunk mi még ebben. Tehát nyilván sokan megkérdezték már, hízelgő is a kérdés, jól is esik, de mindig én azt gondolom, hogy a sportban kicsiket lépjünk csak. Jöhetnek sérülések, jöhetnek, mint ahogy voltak is most néhány sérülés, nehezítette a munkánkat.
Tehát én úgy gondolom, hogy rövid távra gondolkodunk egyelőre, most még csak abban, hogy pihenjünk egy kicsit, aztán januárban nagyon jó felkészüljünk, mert sokkal nehezebb lesz az idény, 100%-osan oda kell tenni magunkat, mert mindenki nagyon fog ránk figyelni. Aztán majd meglátjuk. Én úgy gondolom, hogy április-május közepén elég eldönteni majd, hogy hogyan tovább. Egyelőre szeretnénk ezt élvezni egy kicsit a sikert, ezt a jó helyezést, ezt a jó eredményt. Nagyon jól esett a egyik barátomnak az üzenete, aki azt írta, hogy jónak lenni jó. Éppen azon a napon sikerült Balmazújvárost idegenben megnyerni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy később erre visszatérünk még, de most nem szívesen nyilatkoznék ebben az ügyben. A Kölcsei a felnőtt bajnokság mellett a diákolimpiai sorozatban is érdekelt. Ott hol állnak jelenleg? Diákolimpián megvolt a megyei döntő. Egy átalakuló csapattal a második helyen végeztünk, majd az országos selejtezőn sajnálatos módon a debreceni, remek debreceni utánpótlás gárdával találkoztunk, és hát hozzáteszem, egy eszméletlen jó mérkőzést játszottunk, 36-30-ra kaptunk ki a debreceni NB1-B-s felnőtt csapatban is játszó játékosokkal teletűzdelt Csokonai gimnáziumtól. Úgyhogy végeredményben így nem jutottunk az országos döntőbe, de a fejlődés mindenképpen látható, és hát hozzáteszem, hogy vannak fiatal titánjaink, akik csak jövőre lesznek kölcseisek, van olyan 14 éves gyerekünk, aki már az NB2-es junior bajnokság gólövőlista élmezőnyében szerepel, név szerint Rabinai Nezez, és hát rajta kívül is vannak tehetségek, akik jövőre már a kölcsei padját koptatják, és erősítik a kézilabda csapatunkat, úgyhogy mindenképpen kicsit korábbra tettük a kölcsei pályafutások kezdetét, mert a városban egyelőre most van felépülőben a kézilabda utánpótlás, lány utánpótlás, úgyhogy remélem, hogy a Kocsik Viktória Nádasi Marian vonalból előbb-utóbb majd jönnek hozzánk tehetséges gyerekek, és nem remélem, hanem biztos is vagyok benne. Kettően! Az első helyen zárta a balkányi futballcsapat az őszt a labdarúgó megyei másodosztályban. Mirgai László együttese 14 győzelem mellett mindössze egy döntetlent játszott, és egy ponttal előzi meg a nagy rivális Rakamaszt. Minden feltétel adott volt ahhoz, hogy a célunkat elérjük. Hát jelen pillanatban azt kell mondjam, hogy minden ismerésem a játékosaimé és a vezetőké, hiszen tényleg egy döntetlenünk volt sajnos az utolsó előtti fordulóban Nyíribronyban, egy döntetlen becsúszott, remélkedtünk benne, hogy 100%-osan végzünk, de sajnos egy döntetlen becsúszott, de én azt gondolom, hogy így sem lehetünk elégedetlenek. A Rakam az egy ponttal rajtunk van, úgyhogy a bajnokság az nem lefutott még, nagyon nehéz szezon vár még ránk. A csapat ért el a sikereket, de hát azért minden bizonnyal vannak olyan játékosok, akik többet tesznek hozzá a sikerekhez, mint a többiek, tehát vannak húzó emberek, kik ők. Én azt gondolom, hogy tényleg azt mondom, hogy a csapat maximálisan nagyon jó közösséget alkottunk. Kiemelni igazság szerint ilyenkor nem sportszerű senkit, hiszen csapatként működtünk nagyon jól, és erre büszke is vagyok, hiszen az öltözőben a jó közösség jött össze, és azt kell, hogy mondjam, hogy ilyen jó közösség már rég volt a kezem alatt. Amatőr osztályról van szó, milyen az edzés látogatottság, hiszen ezen a szinten ez nagyon fontos. Igen, hát voltak gondok, de hál' Istennek megoldódtak, úgyhogy azt kell mondjam, hogy a 80%-os a edzés látogatottság, és ezzel maximálisan elégedett is vagyok. Ha ki kell emelni egy meccset, az előbb említett döntetlen volt minden bizonnyal a negatív oldal, de melyik volt a legjobb mérkőzés a csapatnak az őszi szezonban? Hát azt gondolom, hogy a Rakam az elleni 2-0-ás győzelmünk az magabiztos volt, illetve hát a Kóta elleni 1-0 is dicséretet érdemel. Hát ez a két csapat az, aki kiemelkedik a bajnokságba. Örültem nagyon, hogy mind a két csapatot meg tudtuk verni, de hozzá kell tennem, hogy a Kótai az nagyon meredek volt, hiszen 1-0 nyertünk úgy, hogy be kell vallani, a döntetlen reálisabb lett volna, szerencsés góllal nyertünk, viszont a Rakam az ellen 2-0 úgy nyertünk, hogy hál' Istennek az ellenfélnek még helyzetese volt, pedig hát hozzá kell tennem, hogy a Rakam az rendelkezik a legjobb támadó szekcióval. A játékosokat nem is emeltünk ki, azért vannak rutinos futballistái a Balkánynak. Milyen futballt játszik a csapat? Támadó futballt játszunk, nem is játszhatunk mást. Ha a bajnokságot akarunk nyerni, akkor neki kell menni az ellenfélnek, hiszen az ellenfelek beállnak a saját kapujuk elé, nem is tehetünk mást. Elég nehéz ez egyébként, hogy 11 emberre védekezik az ellenfél,
de hál' Istennek sikerült megoldani. Erősítésre mindenképpen szükségünk van, hiszen azt kell, hogy mondjam, a támadásainkból, a kialakított helyzeteinkből nagyon kevés gólt rúgtunk, hiszen csak azt hiszem, ha jól emlékszem, 46-50 körül rúgtunk. A Rakam az ennél jóval többet rúgott. Erősítenünk kell támadó szekcióba, középpályán is kell egy jó védekező középpályás, illetve még baloldalra egy jó futó játékos, és akkor azt gondolom, hogy teljes a kép. Egyébként milyen színvonalú volt a bajnokság? Hát azt mondom, hogy a színvonal az nem volt a legjobb. Azt kell mondjam, hogy egy olyan 5 csapat van, aki ellen fel kell készülni komolyan. A többi csapatot kötelező nekünk megverni, meg szerintem az ilyen csapatoknak. Úgyhogy hát ez a megye 2, ez erről szól. Én azt mondom, hogy innen nehezebb felkerülni, mint megye 1-ből kiesni. Hát nem lesz egyszerű a helyzet, mert Rakam az ugyanannyi erőt mozgósít, mint mi. Hát bízunk abba, hogy feljutunk, és hát azt kell mondjam, hogy bármelyikünk maradna is a megye 2-ben, nagyon sajnálni fogom személy szerint, akkor is, ha felkerülünk a Rakamaszt. Szerintem meg, ha a Rakamaszt felkerül, ők is ugyanígy fognak érezni, mert mind a ketten megérdemelnénk a feljutást. Meddig kaptak pihenőt a játékosok, mikor kezdődik majd a felkészülés? Január 4-én kezdünk, korán kezdünk, mert február 28-án kezdődik a bajnokság. Január 4-én az első héten 5 edzéssel, hát végig 5 edzéssel, de már a második héten teremtornán, egy nemzetközi teremtorna lesz Nagykállóba, 6 csapat részvételével majd 3 héten keresztül teremtornán indulunk, és körülbelül 11 edzőmeccset játszunk Műfőn, abból 7-et Debrecenbe, a többit pedig itt Szabolcsba. Ennyi fért a mai Sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva a viszontlátásra.